Szokatlan kombinációkból váltak egységé a padokra terített kis szövetek, a gyerekek egész nap dolgozhattak vele, hiszen a patikolástól kezdve a betűk helyes grafikai ábrázolásáig minden téren megmozgatta a fantáziát. Nem hiába a bonyolultabb feladat, a tanárok évről évre új kihívások elé igyekeznek állítani a gyerekeket. Csak egyszer voltam még ezütte, már akkor is nagyon jó volt, és idén még nehezebb feladatot adtam a gyerekeknek, mert úgy gondoltam, hogy ha tavaly ilyen ügyesek voltak, akkor most még jobban megszivatom őket. Nagyon sokféle technikával egy komplex lapot csináltunk, gyakorlatilag, hát nem is tudom hány órán keresztül, reggel kezdtük olyan 8:30-kor, és már mindjárt 4 óra lesz, és most fogjuk befejezni. Tehát azért ez egy jó társaság. Tehát nagyon válogatott gyerekek, szerintem tehetségesek. Szakmai nevén a római minuszkulákat kanyarintották a diákok a szövetekre, ami tavalyról már ismerős volt néhányuknak. Ehhez kapcsolták a csillagképek grafikai megjelenítését is. Ugyanakkor egy grafikai része van, ami kicsit elvontabb. Csillagképek vannak, hiszen az időkerék miatt én így választottam, hogy minden gyerek a saját csillagképét jelenítette meg. Szerintem nagyon jó megoldás volt, mert mindenki azért tudott egy jó rajzot, egy jó nyomatot készíteni ez alatt a sok óra alatt. A lenyomat készítés egy másik közismert formáját is ki lehetett próbálni. A linómetszés a klasszikusabb technikák közé tartozik, sokszorosító eljárás, amivel az ábrázolásmódok új szintjén bontakoztak ki a tehetségek. Halálnak könnyen kivitelezhető. Lényegében egy dúcot, egy linoleum formát kell kimetszeni olyan formába, hogy amit kimetszünk, az nem kap majd a hengelléssel festéket, az fehér lesz. Amit a síkban hagyunk, az fekete lesz. És akkor, amikor rávésünk ezt szöveget, azt mivel megfordítjuk, tükörképbe kell rámetszeni. Ez történt jelen esetben itt is. Nagyon tetszett nekik, élvezték, tehát hogy ő kimetsz valamit, és akkor az megjelenik. Az eredeti dúcról több lenyomatot is lehet készíteni, csak újra fel kell rákenni a festéket. Egyre csak gyűlnek azok a munkák, amikből egy záró kiállítást fognak összeállítani a tábor utolsó napjára.